Már a harmadik éjszaka telik zavargással az amerikai Minneapolisban, ahol ismét egy tragikus rendőri intézkedés keltett indulatot. A rendőri brutalitás és az intézményes rasszizmus ellen tiltakozók egy külvárosi kapitányságot, a Brooklyn Centert ostromolták kedre virradóra is, mit sem törődve a tragédia napján elrendelt éjszakai kijárási tilalommal. A járőr, aki lelőtte a 20 éves Dante Wrightot, két nap elteltével jelentette be, hogy önként távozik, és vele együtt a rendőrkapitány is lemondott, de a tüntetők szerint ezt későn tették meg. Mindkettejüket azonnal ki kellett volna rúgni. A rendőrnő azt állítja, hogy tévedésből használt fegyvert a megállított sofőr ellen, akiről igazoltatás közben derült ki, hogy körözik. Valójában a sokkolóját akarta előkapni, amikor Wright megpróbált visszaülni a kocsiba. A fiú apja szerint egy ilyen hibának kicsi a valószínűsége egy 26 éve szolgáló rendőr esetében. A minnesotai nagyvárosban eközben folyik az a per, amelyet egy rendőr ellen indítottak az afroamerikai George Floyd tavaly májusi halálának ügyében. Ott ráadásul indokolatlannak is bizonyult az a rendőri intézkedés, amely olyan brutális volt, hogy a letepert Floyd megfulladt pár percen belül.